Jó estét kívánok! Október 29-e van, ma van a takarékossági világnap, és egy friss felmérés szerint a járvány alaposan megtolja az amúgy egyébként dicséretes takarékoskodást. Minden harmadik magyar kifejezetten a járvány miatt kezdett takarékosságba. Persze nem feltétlenül azért, mert túl sok felesleges pénz van félretenni, hanem azért, mert arra számítanak, hogy még rosszabb idők jönnek. Erre vonatkozik ma a nap kérdése is, mindjárt mutatjuk az eredményeket, de előbb ismerjék meg a mai vendégeket. Ma itt van Farkas Krisztina, a Jobbik szóvivője. Jó estét kívánok! Arató Gergely, DK-s országgyűlési képviselő. Jó estét és Kukorelli Endre, író. Jó estét! Szóval akkor a nap kérdése, ami a takarékosságra vonatkozik, ön spórol-e a járvány miatt? Két opciót adtunk meg. Igen, félreteszek a váratlan helyzetekre, 31% válaszolt így, és 69% mondja azt, hogy nem, nincs plusz pénzem. Tehát nem filozófiai kérdés, hanem egyszerűen nincs a hónap végére miből félretenni. Meglepett bárkit az a 31-69-es arány? Nem. Nem. És ez egy emelkedő tendencia, ez a, egyébként a CIP-banknak egy friss felmérése. Engem semmi nem lep meg. Szóval lehet, hogy már márciusra vissza kell nézni, nem csak, hogyha gondolunk arra, hogy időkorlát, vásárlási időkorlát, mindenki azt vegye meg, amire leginkább szüksége van, hanem a felhalmozás, akkor már valahol ott elindult ez tavasszal. Nem, hogy tényleg nem jártunk sehová, ha kellett, akkor internetről rendeltük azt, amit talán a legjobb. Meg azt ne felejtsük el, hogy hiteltörlesztési moratórium van. Tehát egy csomó embernél most ott marad a hiteltörlesztés, és annak egy részét azt valószínűleg bölcsen is teszik, ha félreteszik. Hiszen azt előbb-utóbb fizetni kell. És ez mekkora csapda mindenkinek. De mindes, az biztos, hogy tudjuk minden kutatásból, hogy Magyarországon van egy nagyon nagy szakadék, tehát a társadalomnak van egy olyan kisebb, szerencsésebb része, akinek van megtakarítható jövedelme, és meg is takarít egyébként. Ugyanakkor pedig a társadalom nagy részének egyszerűen nincs annyi jövedelme, annyi bevétele, amiből el tudna tenni, mert hónapról hónapra, vagy napról napra él. Ugye, tehát én ezt elsősorban, hogy mondjam, nem egy kulturális jelenségnek gondolom, hanem kimondottan azt gondolom, hogy a szociális, a társadalmi helyzetből, a magyarországi nagyon alacsony jövedelmekből következik az, hogy kiemelkedően alacsony, ezt nem lehet így mondani. Szóval nagyon alacsony azoknak az aránya, akik meg tudnak takarítani érdemben. Erre persze azt szokták mondani közgazdászok, bocsánatban, és utána ígérem, hogy te folytatod, hogy nincs az a kevés jövedelem, amiből pontos. Valami nagyon kevesedne. Tehát, hogy ezt, havi 1000 forintot. Ezt akartam én is mondani. Természetesen rosszul vagyunk edukálva. Nem mindenféle hülyeséget tanulnak az iskolában, a gyerekek beleértve minket, és például ilyen, hogy kell élni, hogy kell örülni az életnek, stb. És például, hogy kell a pénzzel bánni, hát ez áti fontos lenne, ez nincs megtanítva nekünk, és nem, nagyon sok ember nem jön rá. Tehát én rengeteg embert ismerek, akik mindig annyit költenek, amennyiük van. Mert úgymond megérdemlik, ismeritek ezt a fordulatot, hogy mert megérdemlem, tehát én megveszek bármit, meg minden, és aztán utána persze kell rohannia megint dolgozni, és aztán megint elküldi, stb., és egyáltalán nem képes mondjuk felhalmozni. És pontosan arról van szó, hogy akár csak 1000 forintot is félre lehet tenni, tehát nincs az a kis jövedelme, amiből ne lehetne valamit félre tenni, és akkor rögtön az emberbe keletkezne egy ilyen biztonsági érzet. Szóval ez egy ilyen lelki dolog is. Persze azzal együtt, hogy abban teljesen igazad van, hogy őrülten alacsonyak a bérek, hát tulajdonképpen 30 év alatt nem közeledtünk. Tehát oké, nálunk is mentek fel a bérek, de úgynevezett Nyugat-Európában meg még jobban mentek fel a bérek, tehát nem közeledtünk strukturálisan. Engedjük el a takarékossági világnak, mert fontos dolgok vannak még, talán a legfontosabb és a mai nap szomorú híre. A terror Franciaországban, ugye 3 halottat követelt egy iszlamista támadás. A magyar miniszterelnök és a magyar külügyminiszter is azonnal reagált, összefoglaltuk a történteket. Itt az ideje, hogy ébresztőt fújjunk Európának. Egészen egyszerűen elszabadultak a szélsőségesek, elszabadultak a szélsőséges indulatok, gyilkosságok történnek templomban. Lefejeznek tanárt Európában, meggyalázzák a Szent Pápa szobrait, elképesztő dolgok történnek. Nem tudom, hogy még minek kellene történnie ahhoz, hogy Európa egyes vezetői ráébredjenek arra, hogy változtatni kell, hogy meg kell védeni az európai hagyományos értékeket, meg kell védeni a hagyományos európai életmódot. Tartok tőle, hogyha
nem lépünk hamarosan, akkor már késő lehet. Úgyhogy itt az ideje, hogy Európa ébresztőt fújjon saját magának. Európa ébresztő. Hogy gondoljátok, amit láttunk, az egy aggódó figyelemfelhívás, vagy egy tragédia felhasználása aktuál politikai célra? Részvétnyilvánításnak minden esetre nagyon kevés szerintem. Szijjártó Péter, hogy szeretné felébreszteni Európa vezetőit? Szóval szerintem nyilván az a legfontosabb, vagy avval érdemes mindannyiunknak kezdeni, hogy szörnyűség, ami történt, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne történjen meg többet. Én azt gondolom, ilyen Európában sehol, és természetesen az is, hogy részvétünket nyilvánítsuk az áldozatoknak. Ugyanakkor... De a magyar külügyminiszter nem erről beszélt. Igen. Nem együttérzésről beszélt. Semmilyen nem volt a szövegében, tehát ez van a Facebookon, amit gyakorlatilag igen, teljes terem. A miniszterelnök részvétét nyilvánított, ezt tegyük hozzá. Kétségtelen. Ugyanakkor azt el akarom mondani, hogy van azért egy másik fele. Tehát ne gondoljuk, ne úgy képzeljük el Európát, már bocsánat, ahogy ebből a rendkívül nagyképű és a magyar kormány helyét nagyon nem érző szövegből következik, hogy ott ültek eddig izgatottan, és várták, hogy mit üzen Szijjártó Péter, hogy hogy kell értékelni a helyzetet. A francia elnök bejelentett egy sor nagyon radikális intézkedést az iskolák és templomok védelmében, és bejelentett egy sor nagyon fontos intézkedést annak érdekében, hogy az iszlám radikalizmust visszaszorítsák Franciaországban. De ehhez azért nem volt szüksége Szijjártó Péterre, és ami nagyon lényeges, hogy a francia társadalom egésze, ugye itt volt egy előző szörnyűgyilkosság, amikor egy tanárt fejeztek. A francia társadalom egésze odaállt ebben a dologban, és kiállt ez ellen, és jelezte, hogy ez elfogadhatatlan. A francia társadalom egészébe ehhez hozzátartozni természetesen a Franciaországban élő muzulmánok jelentős része is. És azért a magyar kormány őszintességében nekem van egy kis gyanúm, mert most lett videó és lett miniszterelnöki részvénynyilvánítás, amikor egy évvel ezelőtt Halléba egy zsinagógát támadott meg egy szélsőjobboldali szélsőséges, akkor nem hívta fel a figyelmet a kormány a szélsőjobboldali terrorizmus veszélyeire, márpedig a terrorizmus az terrorizmus bármelyik oldalról jön, és ugyanúgy fel kell vele szembe lépni. Bandi, dramaturgiailag, ha nézzük, akkor a tragédia megtörténtét rögtön követi a tanulságok levonása? Szóval, hogy részvétnyilvánítás, segítség felajánlása, együttérzés kifejezése. Meg tudunk állapodni abban, hogy nem ízléses rögtön a tanárbácsi pozícióját fölvennie mondjuk a magyar külügyminiszternek, aki majd jól megmondja, hogy mi már milyen régóta tudtuk, oké. Sőt, akkor az lenne az igazán úriemberi, hogyha egyáltalán nem hivatkoznának arra, hogy az Orbán ebben a dologban elég régóta elég jókat mond, és elég jókat gondol. Ez a helyzet. Ezzel nem kéne visszaélni, ez nem kéne ezzel villogni, meg minden, hanem ezt tulajdonképpen le kéne vonni ezt a tanulságot egyébként nekünk. Az elég jókat valami... mond és gondol alatt azt érted, hogy itt a kultúrák azok nem keverhetők, hogy ez az asszimiláció, ezt felejtsük el, hogy ez nem fog meg erre. Ezt hát érted, én nem vagyok szakember, én csak józan paraszt észre látom azt, hogy bizonyos kultúrák tényleg nem keverednek, illetve ha keverednek, akkor nagyon rossz következmények származnak belőle. Ezt szerintem, aki ezt nem így gondolja, nem így látja, az bedugja a fejét a homokba. Mindegy, nem akarok itt okoskodni, még egyszer mondom, nem értek hozzá, de ez a véleményem. Most ezzel visszaélni, ezzel arcoskodni az nem ízléses, főleg egy ilyen tragikus helyzetben, amikor itt embereket lefejeznek. Most gondoljatok bele ebbe a fejezésbe. Szóval ez nagyon rossz. Ez nagyon, nagyon rossz akusztikája van, szóval minden gyilkosságnak rossz akusztikája van, de hogy itt Európában fejeznek lefele embereket, ez egyszerűen életűrhetetlen, és nagyon-nagyon el van rontva valami. Most hogy ebből hogy lehet kijönni, azt nem tudom. Embereket, az elfogadható? Hogyha másút fejeznek le embereket, az elfogadható, mint hogyha Európában? Miért lenne elfogadható embereket? Hát azt mondtad, hogy itt Európában fejeznek le embereket, az Európában ez nem... Ennek nincs tradíció, hogy úgy mondjam, illetve hát épp Franciaországban, hogyha itt frivolkodni akarnék, akkor jöhetnék a guillotinnal, de minden esetre az a típusú lefejezés, ami folyik, az iszlámnak a jellegzetessége. Szóval ez... De hát éppen ahogy te is mondod, jellegzetessége volt Európának is, csak Európa már túl van rajta szerencsére.
mint ahogy az iszlám egy jó része is túl van rajta. Szerintem az egy veszélyes dolog, amikor azt mondod, hogy ez az iszlám jellegzetessége, és egyébként meg még egy dolgot szeretnék mondani, én egy dologban nagyon nem értek veled egyet, amikor te azt mondod, hogy Orbánéknak igaza volt. Én az Orbánék ebben a dologban régóta tiszta gyűlöletkeltésben utaznak. A gyűlöletkeltésből nem lesz béke, abból nem lesz együttműködés. A ez a videó lesz. Pontosan észre? Mutatja, tehát nem a külföldnek kommunikál, nekünk kommunikál, a magyar embereknek kommunikál, és ezzel ugyanúgy a gyűlöletet szítja, azzal, hogy ébreszteni szeretné Európa. Ez, hogy gyűlölet állandóan föl van korbácsolva, ez tényleg katasztrófa. De hogy valamit kellene csinálni, az viszont számomra triviális. Ez egy elég pontos, azt viszont nem tudom. Pontos meglátás, hogy befelé szól, hiszen még a felirat is magyar nyelven íródott, nem angolul, tehát nyilván nem az a cél, hogy ezt a világ más országaiban publikálják. Ez ide szól belföldre, innen üzen egyébként Európa vezetőinek. Számít-e az bármit, hogy azok az emberek, akik ismereteink szerint ezeket a gyilkosságokat elkövették, ők francia állampolgárok. Több generációs bevándorlók, az ő nagyapjaik, dédszüleik érkeztek. Hát antúl rosszabb a helyzet természetesen, mert ez mutat rá arra, hogy az integrációnak milyen, hát ilyen nehézségei vannak ennyi szóval, hogy hiába francia ez az illető, vagy ezek az illetők, és hiába itt szocializálódott, itt járt iskolában meg minden, mégis valamilyen oknál fogva visszarántja őt ez a nem tudom micsoda vallás, vagy kultúra, vagy nem tudom mi, ami úgy látszik ekkora csábító, ekkora vonzerővel bír. Ugye erre mondja azt Macron elnök, ugye egyébként még az első, már a mostani első gyilkosság előtt. Párizsi lefejezés, hogy Párizs, bocsánat, nem jut eszembe az elővárosnak a neve, tehát a tanár elleni támadás előtt meghirdette azt, hogy meg kell törni ezt a fajta iszlám szeparatizmust, tehát azt, amikor kiszakítják a társadalomból ezeket a fiatalokat. És szerintem egyébként az egy bátor dolog, hogy ezzel a franciák most sokkal nyíltabban szembenéznek, mint korábban. Nyilván nem ismerjük a francia helyzetet pontosan, és botorság lenne erről pontos véleményt mondani. De azért mindig el szoktam azt mondani, hogy a Franciaországban egyébként muzulmán bevándorló családból jövő nőknek a fele, az nem muzulmán férjet választ magának. Tehát messze nem igaz az, hogy a bevándorlók ilyen zárt közösségekben élnek, nem házasodnak kifelé. De hát ez a franciák problémája, és én avval értek egyet, amit ti mondtok. Nem, az európai probléma, ne haragudj. Amiről a Szijjártó beszél, annak semmi köze nincsen. Pontosan. Nincsen az integráció vagy nem integráció problémáihoz, semmi köze nincs a bevándorláshoz. Ez arról szól, hogy a kormány megint elővette az egyik gumicicáját, hogy elterelje a figyelmet egyébként ennél sokkal fontosabb ügyekről. Azt gondolom, hogy elsősorban a koronavírus védekezés nagyon komoly problémáiról. Igen, és egy tragédiából próbál magának politikai tőkét kovácsolni. Igen, hát sajnos ez mondta, teljesen így van. Tehát, hogy tragédiából ilyen politikai tőkét kovácsolni, ez nagyon, nagyon unkor. Nagyon, azt hiszem, nagyon nem korrekt dolog. Ez az a közös pont, amiben mindannyian egyetértetek. Menjünk tovább. A kormány ma bejelentett ugyan néhány apróbb szigorítást a járványügyi szabályokon, de ezek gyakorlatilag mind a maszk használat szigorítására vonatkoznak. Közben a HVG úgy értesült, hogy kormánypárti politikusok is szigorúbb szabályokat várnának a miniszterelnöktől, és hogyha az nem lép, akkor készek közben járni is ez ügyben. Ime. Hétfőtől, vagyis november 2-ától... Egyre több helyen szigorodnak a maszkviselési szabályok. Jövő héttől a szórakozó helyeken és vendéglátóhelyeken is szigorúbb intézkedések lépnek életbe. A szigorítás értelmében a szórakozó helyen, a vendéglátó üzletekben, illetve a sportrendezvények vendéglátó részein is kötelező lesz a maszknak a viselése, amelyet kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának idejére lehet levenni. Némi reményt jelenthet azonban, hogy a koronavírus elleni védőoltás akár heteken belül elérhetővé válhat. Legalábbis a Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint, aki biztos abban, hogy már decemberben elindul a lakosság beoltása Európában. Meredeken emelkedő második hullámot látunk, és egyre több egészségügyi intézmény munkáját akadályozza a koronavírus. A Szent Margit Kórház sebészeti osztályát le kellett zárni. A HVG-vel az intézmény közölte. 52 beteg és 21 dolgozó érintett. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján az NNK osztályvezetője azt is elárulta, mennyi szakembert vezényel
csinálták át eddig más intézménybe. Az egészségügy és a kórházak is fel vannak készülve a megnövekedett terhelésre és a betegeknek a fogadására, és az eddigiekben 933 főegészségügyi dolgozó került átirányításra. Nálunk jobb statisztikával rendelkező országok betiltják a tömegrendezvényeket, bezárják a vendéglátóhelyeket. Magyarország úgy reagál, hogy szigorítanak a maszkviselés szabályaim. Igen, ha jól értettem... Tudjuk-e a magyarázatot? Jól értettem, ha innen kezdve, ha valaki beül egy étterembe és csak nézelődni akar, akkor maszkot kell viselnie. Képviselő úr, hát ne üljünk be nézelődni egy étterembe, hát attól felkopik a... Bocsánat, pont egy társaságban voltam, amikor ez a hír megjelent az interneten, és volt, aki felnevetett körülöttem, hogy miért pont hétfőtől, akkor miért nem ma estétől, vagy holnaptól. És hogyha elképzeljük magunk előtt mondjuk az éttermeket, hogy maszk le, egy korty, egy falat maszk föl, hogy uh-huh. Még szombaton megoldást jó. Nem tudok erre, hogy mit kérem, mert bezárni még szombaton nem, jó, kibújzák magukat a gyerekek. Igen, hát. Szóval vagy azon... megvárják, bocsáss meg a minden szenteket, tehát november 1-ét, és aztán történik. Hát valami. Még ez lehet egy magyarázat, hát, persze, de hát nyilván járványügyi szempontból pedig kontraproduktív. De leginkább ugye az a helyzet, és ez most nagyon jól mutatja ez a körünk is, hogy nem tudjuk. Két dolgot nem tudunk. Az egyik az, hogy mi a helyzet. Mert azt tudjuk, hogy nem tesztelünk eleget, vagy nem tesztel a kormány eleget, tudjuk, hogy nem kutatnak kontaktot, mindenkinek vannak személyes ismeretségben, nekem is rémtörténetei arról, hogy valakiről kiderült, hogy pozitív, és hiába próbálta a kontaktjait rátukmálni a népegészségügyi, vagy mire erre, az a kölyára, csak nem így igen. Hívják, ANTS. ANTS-re rá elmondani, hogy kik voltak a kontaktok, azt mondták, hogy jó, ez nem érdekes. Tudjuk azt ugye, hogy egyháztartásban élő családtagokat sem tesztelnek nagyon gyakran, és tudjuk a számokból is azt, hogy körülbelül 3-4-szer ennyit kéne tesztelni minimum ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, amit a WHO jónak lát. Úgy kellene intézkedéseket hozni, hogy nem tudjuk, hogy mi történik igazából, mi a valóság. Úgy kéne, a kormány se tudja valószínűleg. Bár bocsánat, erre azt a biztos rossz példát mondtam a parlamentben, hogy ez olyan, mintha úgy vezetne autót valaki, hogy becsukja a szemét, hogy ne lássa, hogy milyen gyorsan jönnek szembe a fák. Tehát így nem lehet. Másrészt pedig nem tudjuk azt sem, mert nem kapunk indoklást, hogy milyen intézkedéseket miért hoznak meg, mit várnak tőle. Más országokban, számos országban itt nagyon egyértelmű határokhoz kötnek például bizonyos intézkedéseket. És megmondják, hogy ha ennyi százalékot elér a fertőzöttség, és növekedése, vagy a kórházban lévők száma, akkor ez fog történni. Lépni. Uh-huh. És elmondják, hogy miért ezt lépjük. Ez egy nagyon komoly probléma az egész járványhelyzet kezdetétől fogva, hogy nincsen hitele a kormányzati kommunikációnak. Gondoljunk csak a gyakorlati dolgokra, hogy ugye március-áprilisban mi történt, nem volt a maszk, nem volt fertőtlenítőszer, nem? Tegye föl a kezét az, aki az első drogériában tudott vásárolni, szerintem senki. Még a harmadikban Még sem. A harmadikban, negyedikben sem, persze, tényleg ne vicceljünk ezzel. Mondjuk most már van maszk, van fertőtlenítőszer. Szerintem a maszkot azt ingyen kellene osztani. Abba. 250 alatt nincs ilyen, a fertőtlenítőszerről nem tudom, hogy mi a helyzet, de lehet, hogy azt kellene. Most már lehet kapni, azt persze lehet, drága. Természetesen, drága. És ugye ingyen kellene tesztelni. Abból kell kiindulni, hogy egyébként senki nem tud semmit, tehát a szakemberek sem tudnak semmit, és ezek a kormányzati intézkedések, ezek arra vannak szerintem, hogy kvázi ne kelljen beismerni, hogy fogalmuk sincs. Jó, mert nem jó, mert stb. Hallgatókat a tesztelésnek. Beszélünk erről mindjárt a reklám után. Folytassuk majd azzal, hogy vajon a kormánypárti politikusok tudnak-e hatni a magyar miniszterelnökre, majd néhány perc múlva ezzel jövünk vissza. Nálunk minden változatlan, Farkas Krisztina, Arató Gergely és Kukorelli Endre a stúdióban, és még témát sem váltunk, tulajdonképpen maradunk a járványhelyzetnél. A mai nap híre, hogy a mentők kifulladóban vannak, miközben orvostan hallgatókat próbálnak bevonni a tesztelésbe. Ezzel folytatjuk. A Népszava csütörtöki cikkében azt írja, hogy információik szerint hétfőn több mint 8000, szerdán pedig újabb 4-5000 közötti helyszínre nem értek oda mintát venni a mentők. Kérdésükre a mentőszolgálat kommunikációs igazgatója, Györfi Pál, lényegében elismerte a kapacitás gondokat. De nem csak a teszteléssel van probléma a mentősöknél. Forrásaink szerint a mentőszolgálat állományában is egyre több a fertőzött, ugyanis csak az elmúlt néhány napban a közép-magyarországi régióban 7 olyan eset is volt, ahol a megfertőződött mentőtisztek miatt az emelt szintű mentést biztosító esetkocsik csak egyszerű mentőgépkocsiként tudtak elindulni.
Az egyik általunk megkérdezett mentőtiszt szerint az OMSZ a helyzethez képest jól megszervezte a tesztelést, viszont mostanra a komplett rendszer kezd szétcsúszni. Azzal, hogy maga ez a rendszer kezd szétcsúszni, ezáltal ugye az ellátás ideje hosszabbodik meg, de azzal az idővel, amíg nem tudjuk átadni a beteget is. Ez a gond tulajdonképpen, mert ugye így az a mentő, amelyik 3-4 órát áll egy kórházban, hogy a beteget át tudja adni, az addig másik beteget ellátni nem tud, és ez viszont a hétköznapi mentési feladatokat nehezíti meg. Ha ezt a témát összekötjük az előzővel, ami ugye úgy hangzott, hogy a HVG úgy értesült, hogy kormánypárti politikusok is további szigorítást várnának a miniszterelnöktől. Azt írja a HVG, hogy az ő általuk megkérdezett kormánypártiak azt mondják, hogy meghaladottá vált az, hogy az élet menjen a régi kerékvágásban, és ha Orbán továbbra sem kezdeményez észszerű korlátozásokat, akkor maguk fogják kérni tőle, hogy tegye meg. De hát a miniszterelnök nem fog tudni orvosokat klónozni, meg mentősöket, meg egészségügyi szakszervezet. Valószínűleg arról van szó, hogy két koncepció, vagy két attitűd csap össze. Az egyik, ugye, amit a svédek csináltak, hogy úgymond fertőződjön át a társadalom, és legyen nyár immunitás, stb. És mi meg azt csináltuk az elején, hogy ez nem volt. Tehát minden, itt beszélgettünk a szünetben, hogy tulajdonképpen mindenki kvázi önként karanténba vonult az első periódusban. Mondjuk én például abszolút, tehát én 2,5 hónapig nem léptem ki a házamból. Jobban és tartottál úgy, akkor a betegségtől? Mint nem, furcsa módon, akkor egyáltalán nem tartottam, hanem ez egy privát dolog, amit mondok, egyszer élveztem azt, hogy végre nem kell ide-oda menni, végre nem hívnak sehova, és ülhetek a fenekemben, és dolgozhatok. Tehát ez nekem jó jött. Én most én is egy kicsit be vagyok, kicsit meg vagyok egy kicsit ijedve, meg minden. Noha szerintem nem szabadna pánikot nagyon terjeszteni, tehát szerintem nekünk se szabadna a pánikot nagyon terjeszteni. Hát pánikterjesztés vagy realitás azért, amikor látod a számokat, hogy napi 60 fölötti halott. Csak még a mondatomat hagyjuk. Csak egy pillanat, egy másodperc, csak annyira akarok mondani, hogy ugye van ez a koncepció, hogy fertőződjön át a társadalom, és a másik meg, hogy parálódjunk és illetve védekezünk. És most úgy látszik, hogy itt a kormány így döntött, hogy most így úgymond arra hivatkozza, hogy nehogy a gazdaság leálljon, így most akkor elengedte ezt. Nem a kormány döntött ezt úgy, hanem a nép a nemzeti konzultációban. Igen, ez egy fontos megjegyzés, tényleg. Igen. Erre nagyon jó azt mondani, hogy mert ezt így akarjuk, vagy így akarták azok, akik visszaküldték, és azokat a válaszokat is szerették, de mondom még egyszer, szerintem akkor volt farkas kiáltás március-április környékén. Nagyon bizonytalan volt mindenki, sőt szerintem most is nem tudtuk, hogy mi ez, most se tudjuk, hogy mi ez. És akkor sokkal jobban beváltak az óvintézkedések, vagy sokkal jobban kellett, hogy én nem 2 hónapig, csak 3-4 hétig voltam otthon. Nagyon fegyelmezett volt szerintem a környezetben mindenki, most meg már az emberek talán lerázzák magukról ezt az egész koronavírus hisztit, már ilyet is hallottam, ugye a vírustagadókról, meg ne is beszéljünk. Pont azért, mert nem kapnak információt, és nem tudják, hogy mi ez. Pedig most sokkal keményebben, vagy sokkal ez jobban akkor nem a kormányzat hibája. Ez nem a kormányzat hibája, a kormányzatnak szerintem az a hibája, hogy itt szabadon engedte a vírust, és ráengedte az országra. Például ugye volt ez a... Bocsánat, az, hogy nincsenek mentősök, nincsenek tesztelők, nem a Európának vagy a vezetőknek kéne felébredni, hogyha már Szijjártó Péterről beszéltünk az elején, hanem most a kormánynak, hogy nem kellett volna elüldözni az orvosokat az országból. Volt most ez a, meg a szakápolókat, nem? Fradi meccs, és akkor azt láttam, hogy ugye nincs telt ház, mivel nem engednek be, csak mint és akkor ahelyett, hogy szétszórták volna az embereket, akkor egy szektorban ott egymás mellett így 3 centire üvöltöztek, így volt, akin volt maszk, volt, akin le volt tolva, most ennek mi értelme van? És akkor a más szektorok meg tök üresek voltak. Legalább szórták volna szét. Hát. Valami olyasmi racionalitást várni kell az emberektől, nem csak a kormánytól, ami tényleg figyelme. Szlávik főorvos azt mondta, hogy a betegeknek a jó része, a fertőzötteknek jó része járt tömegrendezvényen. Szóval azért ott kezdődik tényleg a dolog, hogy addig nem fogják az emberek hitelesnek elfogadni semmilyen korlátozó intézkedést, amíg a szent foci meccsek azok korlátlanul, de gyakorlatilag korlátlanul és évintézkedések nélkül látogathatóak. Tehát a kormány azért, hogy ma egyébként az embereknek egy jó része nem érzi azt, hogy neki óvatosnak kell lennie, ebben azért a kormánynak van komoly felelőssége, mert ha nincsen példamutatás például, ha nincsen
ugye miniszterelnök szeptemberben vagy augusztus végén, amikor már jött föl a járvány, még maszk nélkül tartott mindenféle. És meg Müller Cecília kezdetén, hogy nincs szükség maszkra. Mi volt a kormány infón, hogy Gulyás Gergely azt mondta, hogy itt mi szabadon összefertőzhetjük egyet. A másik, amit szóba tartottam, hogy az egészséges embernek kifejezetten árthat, hogyha maszkot használ. Szóval össze-vissza, megint amiről beszéltünk, nincs hiteles tájékoztatás, és ha nincs hitele a védekezésnek, az nagyon nagy mértékben okoz kárt egyébként abban, hogy mennyire sikeres a védekezés. Ami meg a népzeti konzultációt illeti, ha a kormánynak tényleg ilyen fontos a népvéleménye, akkor azt miért akadályozták meg az MVB-be, hogy népszavazást legyen az ingyenes tesztelésről? Mert az ingyenes tesztelés valóban sokat számítana, valóban segítene a védekezésbe, de ezt a kormány nem úgy nem akarja, de azt is megakadályozza, hogy népszavazást legyen róla. Ami meg azért nekem egy kicsit szöget ütött a fejembe, ez a egyes fideszes politikusok dolga. Mert egy vagy két nappal ezelőtt volt az hír, hogy miközben Németh Angéle polgármester asszony nem tudta megkapni a 15. kerületben a saját kerületére vonatkozó adatokat. László Imre ugyanúgy a 11. kerületben nem tudta megkapni ezeket. Ezbe a fideszes vezetési önkormányzatok hozzájutnak. A fideszes önkormányzat, aki meg tudta. Lehet, hogy a fideszes polgármesterek vagy képviselők... Hogy ők nem tudták megkapni? Nem adta oda nekik, azt írta nekik a kormányhivatal, hogy az előző járvány, tehát a veszélyhelyzet idején ki kellett adniuk, de most nem kell kiadniuk. Mert csak. Nem lehet tudni. Arra gondol, képviselő úr, hogy lehet, hogy a fideszes vezetésű önkormányzatoknál pontosabban látják, hogy mekkora a baj? El tudom képzelni. Nem tudom, de el tudom képzelni. Most amúgy benyújtottunk egy törvényjavaslatot, hogy az önkormányzatok a védekezés érdekében megkaphassák ezeket az adatokat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt fogják-e támogatni. És mentőügyben még egy dolgot hagy mondjak meg, kormányfelelősségügyben. Mindannyian tudjuk, hogy a mentők egyébként minden áldozatos munkájuk ellenére nincsenek könnyű helyzetben. És már a vírus előtt sem voltak könnyű helyzetben. Én ott ültem a Népjóléti Bizottság ülésén februárban, ahol többek között volt a mentőszolgálat vezetője, ott volt Pintér miniszter és Kásler miniszter úr is, és megkérdeztem, hogy értem, hogy a mintákat, meg a betegeket majd a mentőszolgálat fogja szállítani, meg ők fognak tesztelni, de egyébként fölkészültek-e erre kapacitásban és minden szempontból. Hát keményen lelettem szúrva, és elmondták, hogy mindenre készen állnak, a mentőszolgálat kapacitása erre bőségesen elég, és ne keltsen az ellenzék hangulat. De miért mondtak volna? Arra vártál, hogy azt mondják, hogy nincsenek felkészülve. Erre szóval céloztam volna én. Egy ilyen helyzetben egyébként szerintem mondhatja ezt egy kormány teljesen nyugodtan, mint ahogy mondja egyébként a cseh vagy a szlovák kormány, ne menjek nagyon messzire. De képviselő úr, kérem, miért? Állik fel, vagyunk fegyverkezve. Pontosan így van. Nem mondhatja. Miniszterelnök azt mondta szeptember elején, hogy állik fel, fegyverkezve, várjuk a második hullámot. Álljon ki az országos mentőszolgálat elnöke és hazudtolja meg, vagy főigazgatója, és hazudtolja meg a miniszterelnök. Azt látom, hogy a cseh vagy a szlovák miniszterelnök ki tud állni, és azt tudja mondani, hogy egyébként mindent elkövettünk, de látjuk, hogy nagyobb a baj, mint gondoltuk, és ezért azt kérjük, hogy egyébként legyen a lakosságnak bizalma, és támogasson minket. De erre a magyar kormány alkatilag nem képes, hogy bevallja azt. Hogyha... Ehelyett azt hallgatjuk meg a parlamentbe hetente, minden alkalommal, hogy mekkorákat győztünk, és Magyarországon a legjobb a járványhelyzet. Egy kicsit erre, én erre mennék el, amit te most mondtál, egy kicsit ellépve a vírustól, hogy igazából ebben a kultúrában nincsen benne az, hogy azt mondjuk, hogy igen, ebben gyengék vagyunk, ezt még nem tudjuk, itt ezt elszúrtuk, hogy egyáltalán nem kellett volna ilyen őrült sok lélegeztetőgépet venni, hanem ennek csak az egy tizedét kellett volna megvenni. Most már újjuk tehát, a felét. Hogy mondjam, tehát nyugodtan meg lehet mondani, hogy hát igen, itt ezt elszúrtuk, megijedtünk, kapkodtunk, stb. Mi ebben a probléma? Én azt mondanám, mint adófizető, hogy oké, nem volt helyes, hogy ezt ilyen rosszul csináltátok, de megértem, mert megijedtetek, oké. De hogyha azt látom, hogy belenéz a szemembe, és azt mondja, hogy ez így jó volt, akkor viszont azt tényleg felháborító. Tehát miért nincs benne a politikai kultúrában az, hogyha valamelyik oldal, bármelyik oldal, akár mondjuk ti például, Cumbe Espi, vagy ti, azt mondanátok, hogy hát igen, ezt itt tévedtünk. Miért nincs ez benne? Tehát miért nincs a pártokban egy ilyen minimális ilyen önkontroll, amikor valami tényleg triviális, hogy elrontottak, hogy akkor sem bírnak elnézést. Én nagyon egyetértek veled annyi különbségtétele, hogy ez nem csak a politikai kultúrában nincs benne, a kultúrában nincs benne. Igen. Tehát a hibázás kultúrája, el, hogy... az nincs meg Magyarországon, és ez visszavezethető az oktatás kultúrára, tehát kisgyerekkoruktól arra nevelnek bennünket, hogy nem lehet hibázni. Hogy a legvédhetetlenebb bevédik. Tévedéseinket.
Ja, hogy nem a Jobbik. Covid-dal kapcsolatban, de nálunk van Mikánál erre példa. Mikánál is volt ilyen, de és ebben nem ebbe az irányba mennék még tovább egy mondattal, hanem azt, szóval, hogy az a probléma, hogy muszáj lenne, hogy legyen egy fajta önreflexiós képessége. Egyébként valóban általában a politikának, de azért ebben a kormány tényleg élen járott. Tehát arról szól ma is a szöveg, hogy tele vagyunk gazdasági sikerrel, magasabb a foglalkoztatás szintje, mint amilyen a válság előtt volt. Miközben mindannyian ismerjük a sztorikat, és halljuk, hogy itt zárnak be, onnan küldenek el, nem veszik vissza, újabb üzemeket fenyeget bezárás vagy kapacitás csökkentés, részmunkaidőn vannak emberek, azok se tudják, hogy mennyi ideig. Tehát egyszerűen tényleg nem tudja az ember eldönteni, hogy azt nem tudom, hogy kell udvariasan mondani, udvariasabb változatban mondom úgy, hogy szándékosan hazudoznak, vagy nem tudják, hogy mi történik. Igen, ebben igazad van, hogy 10 éve így megy, csak ma ennek nagyobb a tétje. Mint 10 évvel ezelőtt. Az emberéletek tényleg sokkal... Szóval ez nem zamos valóság, ami arról szól, hogy a magyar egészségügy Európa élvonalába tartozik. Ez nem... Ha beismerné ezt itt a kormány, vége. Vagy nem a kormány prominensei, akkor mi történne? Nem 10 éve megy ez így, hanem 30 éve, vagy 60 éve, vagy nem tudom. Most tök mindegy, hogy hány éve, de hogyha beismernek is kiállnak, és azt mondanák, hogy bocsássatok meg, hibáztam. Arra várok, hogy egyszerűen valami radikális változás fog egyszerűen bekövetkezni a társadalom. Rájönnek az emberek arra, hogy elnézést kérni, az nem csak a azért jó, mert ugye a keresztény kultúrkörben bocsánatot lehet kérni, és bocsánatot is adnak, hanem azért, mert ez szexi. Nagyon szexi dolog, hogyha valaki belátja a hibáját. Nem lesz több mentős az országban, hogyha már a Covid-nál maradunk. Csak halkan szeretném megjegyezni, hogy a tévedhetetlenség mítosza az, hogy nem hibáznak, ennek a kormánynak 10 év óta 2/3 hoz. De most ne menjünk a stratégia őket igazolja. Tudom, hogy ez a kétharmad. Nem az a kétharmad. Nem kétharmad. Ezzel együtt mégiscsak irányíthatják ezt az országot. Igen, ez egy hosszabb politikai elemzés lenne. Én annyit mondanék csöndesen, hogy ezért ebben nagyobb szerepe van szerintem az összeurópai gazdasági konjunktúrának, ami jellemezte az elmúlt 10 évet, és most nincsen. És majd most, tehát ugye jó szélbe mindenki tud hajózni. Viharban jönnek a problémák. Na most van a vihar, és én nem látom, hogy akár a gazdaságban, akár az egészségügyben a kormánya nagyon jól hajózna. Egy kicsit, és ami engem mindig, majdnem csúnyát mondtam, nagyon felidegesít, így udvarias, az, hogy abban a helyzetben vagyunk, amit ismertek talán már a Kádár korszakban lévő viccből, hogy a hó az mindig váratlanul jön. Tudjátok, váratlanul esik az első hó. Éltábornok támad. Budapesten, ugye Budapesten váratlanul leesett az első hó. Nem voltunk, felkészültünk a térre, ahogy ezt a Hofi mondta, felkészültünk a térre, csak a hóra nem számítottunk. Na hát itt hoznám be. Tudtuk, hogy jön a második hullám. Na. Mindenki mondta, hogy jön a második hullám. És hogy készült fel a kormány? Mire készült fel? Október 1-én vezették be a lázmérőzést az iskolákba. Nem tudták, hogy szeptember 1-én kezdődik a tanév, és tele vagyunk ilyen szóval. Ez most egy nagyon pörgős beszélgetés, tökre érvezem, de nem. Mert így a jó. Elmentek nyaralni, oltás, az Adrián influenza elleni védőoltás. A miniszterelnök példamutató módon elsőként beoltatta magát, lehet, hogy tudta, hogy kevés milyen a vakcina, majd volt. Aztán kiderül, hogy nincs elég. Tehát rábeszélik az országot, hogy tessenek beoltatni magukat, és aztán kiderül, hogy nincs oltóanyag. Ez jó, hát ez elején meg az volt, hogy nincsenek lélegeztetőképek, akkor lett 10 millió. Akkor nincsenek maszkok, most már nincs maszkhiány. Hát de lehet, hogy... De Bandi, azt mondják az szakemberek, hogy oltóanyagból nem lesz dolog, több, mert egyszerűen nem tudják előhúzni a fiókból. Meg egész egyszerűen Nyugat-Európából nem engedik ide be. Például Belgiumban most állítólag lezártak valami szállítmányt. Ennek az országnak a polgárai hallgattak a miniszterelnök. Azt mondják, hogy legalább 4 millió oltóanyag kellene, van belőle 1, nem tudom. Na de ez megint ugyanaz a történet. Tehát február-márciusban lehetett azt mondani, és valóban ez volt a helyzet, hogy nem tudta, senki nem számított arra januárban, hogy ennyi lélegeztetőgép kell, ennyi maszk kell, és ennyi fertőtlenítőszer kell. De azt lehetett tudni már márciusban is, hogy egyébként lesz ősszel második hullám, és lehetett tudni azt is, hogy egyébként a normál influenza oltás is fontos, mert a koronavírus és a normál influenza, ha együtt kapja el valaki, akkor különösen veszélyes. Mit csinált a kormány márciustól októberig? Hogy most csodálkoznak azon, hogy hát hogyha egyszer 8 millióan élnek az országban, azt akarjuk, hogy mindenki vagy csak 8 millió felnőtt van, azt akarjuk, hogy mindenki beoltassa magát, akkor nem lesz elég az 1,5 millió oltóanyag. Ez a kérdés a levegőbe fog maradni. De ez egy jó beszélgetés volt. Köszönhetően Arató Gergelynek, Farkas Krisztinának és Kukorelli Endrének. Önöknek meg azért, hogy figyeltek bennünket. Minden jót, viszontlátásra!